Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus Szamária egyik városába, Szikárba érkezett, közel ahhoz a földhöz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob kútja. Mivel Jézus útközben elfáradt, leült a kútnál. Az idő dél felé járt. Közben odajött egy szamáriai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus megkérte, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Az asszony elcsodálkozott. Hogyan kérhetsz te zsidó létedre tőlem, szamáriai asszonytól inni? A zsidók ugyanis nem érintkeztek a szamaritánusokkal. Jézus így felelt. Ha ismernéd Isten ajándékát, és tudnád, hogy ki mondja neked, adj innom, inkább te kérnéd őt, és ő élő vizet adna neked. Az asszony ezt felelte. Uram, hiszen vödröt sincs, a kút pedig mély. Honnan vennéd az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk ezt a kutat adta, amelyből ő maga is ivott, meg a fiai és az állatai? Jézus erre megjegyezte. Mindaz, aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, nem szomjazik meg soha többé. Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökelő vízforrás lesz benne. Erre az asszony megkérte. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne legyek szomjas, és ne kelljen idejárnom vizet meríteni. Látom, hogy proféta vagy. Atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt. Jézus ezt felelte. Hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor az atyát nem itt és nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig azt, akit ismerünk, hiszen az üdvösség a zsidóktól ered. De eljön az óra, sőt már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya ilyen imádókat vár. Isten ugyanis lélek, ezért akik őt imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így szólt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek. Ha majd eljön, ő tudtunkra ad mindent. Erre Jézus kijelentette, én vagyok az, aki veled beszélek. Abból a városból a szamaritánusok közül sokan hittek benne. Mikor kijöttek hozzá a szamaritánusok, megkérték őt, hogy maradjon náluk. Ott is maradt 2 napig. Ezután így szóltak az asszonyhoz. Most már nem a te szavadra hiszünk. Hallottuk őt mi magunk is, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Ezek az evangélium igéi. Ha a Szentmisék prédikációinak az elején körkérdést tartanánk, hogy ugyan mondják már meg a kedves testvérek, hogy vajon mit kértünk? A Szentmise kezdetén, a kollektában, a Szentmisét bevezető nagy könyörgésben, vajon mit vittünk az Isten elé? Mit szeretnénk tőle kikönyörögni? Tartok tőle, hogy nem mindig kapnánk helyes választ, pedig gyakran mondom, hogy érdemes a liturgikus szövegeket megfigyelni, és azok közül is a szentmiséket bevezető kollektákat, a mise kezdő nagy könyörgését, ami valahol a szentmise egész programját foglalja össze. Nagybőjt 3. vasárnapjára rendelve azt kérjük az Istentől, nevesítve, hogy a bőjt az imádság és az irgalmas szeretet gyakorlatai által vezessen el minket a nagyobb tökéletességre. Ezt a 3-at nem is mindig tudjuk felsorolni, és nem is mindig rendeljük olyan bombabiztosan a bőjt valóságához. Nyilván az önmegtagadást, a valamiről való lemondást, a tartózkodást, az önmegtartóztatást, a bőjtnek a negatív vetületét, azt mindig elő tudjuk hozni akkor, ha az egyház készületi időszakairól beszélünk. A másik 2-vel már ritkábban élünk. Az embernek ott van a fejében, hogy mit ne egyem. Hányszor egyen? Hányszor lakjon jól? Hát ezeket gondosan belénk verik. Nyilván ezt tudnunk kell. Valamiért sokkal kevésbé hangsúlyozzuk azt, hogy ezek mellett, a bőjt önmegtartóztató, önmegtagadó cselekedetei mellett mennyire fontos a többlet, a plusz, a több erőfeszítés az imádság területén.
az imádság valóságában, ami valahol a lélek lélegzete, valahol egyfajta spirituális életjelenségünk, a minőségi idő ritkán megtapasztalható csodája, a beszélgetés varázsa, de miután egyre kevésbé állunk szóba egymással is, így nem csoda, hogy az Istennel sem vagyunk hajlandók. Már pedig valahol a saját egészségességünk miatt, a saját lelki épségünk miatt döbbenetesen fontosak. Döbbenetesen fontosak azok a percek, amiket az Isten felé fordulással töltünk, ami csak az övé és csak a miénk, ahol csak mi vagyunk a fontosak, és senki más, ahol nincs elintézendő és nincs megoldandó probléma, ahol önmagunk valóságát visszük, az élő, a szerető, az irgalmas Isten elé, aki a mi teljességünkre, a mi épségünkre is törekszik. És bizony az irgalmas szeretet, a szeretet irgalmassága, mennyire mélyen vele járója a bőti időszaknak, a sajátos pluszainknak. Csak egy szatyor. Nem kell nagyobb dolgokra gondolni, amit nehéz esetleg a szomszédságban lakó várandós anyukának megemelni. Csak egy vödörtüzelő, amit a szomszédnéni nem tud bevinni, mert sok már neki. Hétköznapi, kis súllyal, kis jelentőséggel bíró dolgok, amik sokszor a megajándékozott, ami sokszor a megsegített életében mégis őrült jelentőséggel bírnak. És ez a jelentőség az, ami vissza kell, hogy sugározzon a mi életünkbe, ami a saját épségünket és üdvösségünket formálja, ami a másik életében végrehajtott, a másik életét jobbító tetteink által javítanak bennünket is, és cibálnak egyre közelebb és közelebb az Istenhez. Olyan jó lenne, hogyha ebben a hármasságban, a bőjt, az imádság, az irgalmas szeretet valóságában, a hangsúlyokkal ügyesebben operálnánk. Valahogy én úgy gondolom, hogy sokkal könnyebb dolgokat nem megtenni, mint dolgokra vállalkozni. Valahogy sokkal könnyebb dolgoktól tartózkodni, mint valamibe belebocsátkozni. Sokkal könnyebb megvonni ezt-azt, mint oda ajándékozottnak lenni. Márpedig ez a 40 nap valahol inkább az utóbbiról szól. És ennek a csodája tudna valósággá válni a közösségeinkben, az életünkben, akkor annak a szamáriai asszonynak az őszinte csodálkozása ránk is valóság lehetne, valóban hiteles Krisztus arcokká válhatnánk, akikkel kapcsolatban bizony a körülállók, a sok kérdéssel, a sok útkereséssel bírók ugyancsak megjegyeznék, hogy gyertek, hát nézzétek meg ezt az embert.